Jó reggelt, hát tulajdonképpen a korán kelőknek, így 6 óra 40 perc körül, és szeptember 19-én hétfőn szép hetet kívánok mindannyiuknak. Smuk Erzsébettel kezdjük a hetet, az LMP országgyűlési képviselőjével, és most már frakcióvezetőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szokja már? Tudja már, hogy milyen a frakcióvezető élete? Kiszámíthatatlanabb. Egyik pillanatról másikra olyan feladatok jönnek, amivel nem lehet előre számolni. Az igazi többlet munka valaki frakcióvezető a képviselőcsoportjában? Mindenképpen. De miben? Természetesen az egész frakciónak a munkáját össze kell fogni, koordinálni kell. Jönnek hirtelen felkérések, feladatok, és ezekre mindig meg kell találni a gyors és a jó választ. Több. Ez egy olyan frakció, amit vezetni kell valóban? Tehát meg kell adni az irányt, hogy merre előre? Koordinálni mindenképpen, hiszen a frakcióban benne van a pártnak a két társelnöke, a Fenntartható Fejlődési Bizottság elnöke. Ez inkább egy olyan kihívás, hogy jól kell tudni koordinálni a munkánkat. Tartott egy sajtótájékoztatót, hogy politikáról is beszéljünk, és nem csak annak a működéséről. Magasabb béreket követelt, mondván, hogy ha ilyen jó az ország gazdasága, akkor erre nyilván van lehetőség. Ilyen jó az ország gazdasága, vagy van ebben egy kis cinizmus? Hát nem az ország gazdaságával függ össze olyan értelemben, hogy a gazdaság mennyire jól teljesít, hanem sokkal inkább az elvándorlással. Tehát, hogyha ilyen gyors ütemben nő az elvándorlás, kivándorlás Magyarországról, akkor egyszerűen nem lehet a gazdaságban biztosítani azt a munkaerőt, amivel a gazdaság zökkenő mentesen tudna teljesíteni. De van tartalék, amikor a különbség a kinti bérek és az itthoniak között? Nyilván ezt fokozatosan kell emelni. Nem gondoljuk azt, hogy holnapra ugyanazokat az átlagbéreket el tudjuk érni, mint az Európai Uniónak az átlag bérszínvonala, de már most egy jelentős emelésre van szükség. Hát az LMP már eddig is többször elmondta, hogy a több kulcsos személy jövedelemadót azt vissza kell állítani, újra be kell vezetni, a minimálbért azt adómentessé kell tenni, azt mondjuk, hogy a minimálbér és az átlagbér között 12%-os adó legyen, és az átlagbér felett pedig 24%-os. Ehhez mi hozzátesszük azt is, hogy a munkavállalói, tehát nem a munkaadói, a munkavállalói adókat csökkenteni kell, 18,5%-ról 12%-ra csökkentenénk, és a munkajárulékoknak a csökkentése, illetve a több kulcsos személy jövedelemadónak a bevezetése, az azt eredményezné, hogy a minimálbér is jelentősen megemelkedne, fölé kerülne a létminimumnak, vagyis 88 ezer forintnál több lenne, másrésztről pedig az átlagbér és a nettó átlag jövedelem átlagbér is több mint 30 ezer forinttal megemelkedne. Így van, egy kortyot nyugodtan, hogyha úgy érzi szükséges. Addig én tudok beszélni, mert hogy két prominens személyiséget is bírált, Varga Mihályt, aki ugye arról beszél, hogy be lehetne hozni ide vendég munkásokat az országba, és Matolcsy Györgyöt, aki meg a Selyem útra helyezni az országot, bármit is jelentsen ez. Ez utóbbival kezdjük, ezt érti, hogy mit jelent, amikor egy ország a Selyem úton van? Még azon nem vagyunk, de azt sejtjük, hogy mit szeretne Matolcsy György. Ennek az országgyűlésben már voltak jelei, ugyanis tavasszal a kormány beterjesztette a Belgrád-Budapest vasútvonalnak a tervét, amit kínai hitelből valósítanánk meg, ami akkor 470 milliárd forintba került volna, de a legfrissebb információ szerint ez már 550 milliárd körül van, és már akkor felvetették, hogy Magyarországnak és Közép-Kelet-Európának az a jövője, hogyha ebbe a kínai Selyem útba bekapcsolódna, és rajtunk keresztül, ugye Magyarországon keresztül jutnának el jobban a kínai áruk Közép-Kelet-Európába és Nyugat-Európába. Így leszünk mi a Selyem úton. Igen, értem. Tehát ezt jelenti a Selyem út, de egyébként a Selyem útnak már, tehát ezt másképpen is elkezdte megalapozni a kormány, hogyha belegondolunk, mert van összefüggés a letelepedési kötvénnyel, hiszen a letelepedési kötvény eredményeképpen, ugye tudjuk azt, hogy most már 3 kis településnyi idegen kultúrájú ember jött be az országba a letelepedési kötvények kapcsán, de akik bejöttek, az öme, tehát a döntően kínaiak. Tehát ez is mint egy csírája, hogy a kínai Selyem útnek a megerősítéséhez majd. És ők hangsúlyosan nem migránsok, hiszen sok pénzük van.
Mit gondol arról, azt írja a Népszabadság itt a címoldalon, hogy egyfajta urnazárlási pánik kezd kialakulni az ellenzéknél, mert Orbán újabb trükkjétől félnek, miszerint is előrehozott választások következnek a népszavazást követően, és voltak éppen ennek a főpróbáját tartják október 2-án. Ezt most több ellenzéki párt is előhozta, a DK is, a Jobbik is. Mit gondol erre? Hát Orbán Viktornak azt már megtapasztaltuk, hogy szoktak váratlan húzásai lenni. Hát egyelőre még cáfolják, illetve nem beszélt arról a Orbán Viktor erről az eshetőségről. De ön el tudja képzelni? Vagy az LMP-ben van egy ilyen vélemény? Tehát az LMP ezzel kapcsolatosan nem alakított ki álláspontot. Nyilván az LMP vezetőinek vannak álláspontjai az erről a kérdésről, minden előfordulhat. Tehát elképzelhetőnek tartja? Én nem tartom kizártnak, inkább így fogalmazok. Az az ország demokratikus berendezkedésének jót tenne? Én azt gondolom, hogy nem, de ezt soha nem gondolta meg az Orbán kormány, hogy mit tesz jót az ország demokratikus berendezésének. Azt látjuk, hogy mindig az ő pillanatnyi és a rövid távú érdekeik dominálnak, és ez vezeti őket. Véget ért viszont a bóvli időszaka, hozzá a világgazdaság is a felminősítés nyomán a hírt. Gondolom, találkoztak ezzel az információval. Kedves nézők, a Standard & Poor's minősítette fel Magyarországot a legalacsonyabb befektetési szintre, de már befektetési szintre. Erre nyilván a kormány nagyobb büszke, de mi úgy látjuk, hogy egyáltalán nem lehet büszke erre a felminősítésre, mert egyik oldalon meg kellene nézni azt, hogy milyen reál és társadalmi folyamatok húzódnak mögötte. Egyértelmű, hogy rosszak, hiszen itt a munkaerőhiány, az elvándorlás, és itt sok mindent hozzá lehetne tenni, hogy hogyan élnek az emberek, de amit szerintem fontos látni, hogy mi áll emögött a kicsit jobb makrogazdasági mutatók mögött. Egyrészt mi úgy látjuk, hogy mindenképpen nagy befolyással van a kedvező nemzetközi környezet, nemzetközi gazdasági környezet, ez viszont ugye bármikor változhat, és hogyha megnézzük, akkor a többi közép-kelet-európai országban is ezek a mutatók javultak, tehát ezekben az országokban is csökkent a költségvetési hiány, nőtt a gazdaság, de több országban sokkal jobban, mint nálunk. Tehát erre nem kell annyira büszkének lenni. Másrészt pedig a költségvetésnek a jó számai mögött bizonyos egyszeri befizetések is húzódnak, mint például a General Electricnek a befizetése. Kicsit fordított, ugye adóparadicsomként jelenik meg Magyarország, vagy még egy mondat, hogy tehát az elmúlt évben jók voltak az Európai Uniós támogatások pénzeknek a bejövetele, felhasználása, és ennek hatása van a fogyasztásra, a fogyasztás növekedett, tehát ezek hatnak arra, hogy javultak a makrogazdasági mutatók, de a gazdaság továbbra is instabil lábakon áll. Én pedig továbbra is köszönöm, hogy eljött hozzánk, és újra. Köszönöm szépen. Máról máskor is.